Okay. Jó reggelt, köszöntek benneteket, én Hámori Attila vagyok, aki mi nem találkoztunk, de valakivel találkoztunk, és nem ismertem meg, ne haragudjatok, csak annyi arcot látok, hogy nem mindig tudok felismerni mindenkit. A, az egyik csoda az, amikor az első szinglikosszon voltunk, és Ábel ilyen piciként rohangált a lábunk között, és még sok mindent nem tudott csinálni, de, de ott volt mindig. És hogy most meg ő szolgál, szolgál dicsőítéssel, meg kameral, meg mindenszer. Vagy ez 5 éve, vagy 6 éve, vagy mióta van? Hogy? Nem volt nem volt ott, nem volt nem volt ott, nem volt ott, nem csak azt mondtam neki. Ja, de hát amikor, mindegy, amikor először. Pici volt, igen. Sőt, én, én akkor jóval előbb találkoztam a el veletek Veszprímben. Igen. Na hát ez már egy csoda. Tehát a, 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 jó, mert nagyon sokan bele akartak már halni az élethelyzetükbe, de még mindig itt vannak, és hát ilyen, ilyen csodákat láthatunk meg, hogy növekszenünk az emberek, kisgyerekből nagy gyerek lesz, a nagy gyerekből felnőtt lesz, és hogy higgyétek el, hogy a ti életetek is folyamatosan egy változásban van, mint a miénk is. Szilvi azt kérte, hogy beszéljek ma reggel az erőről, hogy az erő velünk van és aztán Zsozsó jön délután, Szilágyi Zsolti meg a szeretetről fog talán beszélni. És ez azért jó, mert az erőnek meg a szeretetnek együtt kell jelen lenni. Mert azért tudod azt, hogyha az emberi kapcsolataidban, ha valaki csak erős, de nincs benne szeretet, az az erő szakosság lesz belőle, és az a jó, amikor az erő a jelenlét meg a szeretet együtt tud munkálkodni, és az, az tud igazán hatékony lenni. Úgyhogy én 40-35-40 percben fogok erről beszélni, Sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy, mi is az, ami, miért is kell az erőről beszélni. És az a, eszembe jutott, hogy hát végül is mi keresünk egy olyan erőt, ami, ami természet feletti, ami a miénket kipótolja. Tehát az lenne a jó, hogyha ha mi meg tudunk csinálni dolgokat, de annál több lenne valahogy segíteni azon, ami a mi erőtlenségünk, ami, amit megpróbáltunk sokszor már, de nem ment, és hogy, hogy jó lenne valami extra, valami plusz erő, hogy tényleg legyen velünk, hogy olyan dolgokat tudjunk megtenni, ami nem sikerül. És akkor azt látjuk, hogy hát ami az egyik embernek van, nagyon könnyedén megy, az nekünk iszonyú nehéz és ami meg a másik ember nyüglődik vele, azt mondjuk, hogy olyan könnyen megcsináljuk, és akkor nem lehet értem, most hogy van ez, hogy akkor, hogy akkor kell az erő, nem kell az erő, hát ő alig tesz valamit, alig fektet be erőt, ő neki sikerül, én azon a területen egyszer teljesen kidőlök. És aztán a másik oldalon meg ugyanez fordítva. És akkor azt is látjuk, hogy néha pici dolgokhoz nagyon nagy erőre van szükség. Mondok egy példát, amikor eldöntött, hogy na most én ezek illódok, hogy fogyózok egy kicsit, hogy összeszedjem magam, és akkor rádnéz a vasárnapi ebédből egy ilyen almás vagy túrós rétes, vagy, és akkor ne vegyél belőle. Tehát ez kicsi dolog. Mégis marha nagy erő kell hozzá. Vagy hát a, nézem a én így kezdve nézem azokat, akik futkároznak, leföl futnak napon, minden nap órákat futnak, és, és olyan lazán könnyedén teszik. És én nekem ez valahogy nem megy. És én nekem ez a, ő nekik ilyen nagy dolgokat megtesznek, és ilyen lazán csinálják könnyedén, örömmel, kis erőbefektetéssel, már az akarat szempontjából, és én meg ebbe kifekszek. És akkor néznek engem, hogy hogy tudsz ennyit utazni, hogy mész ennyit szolgálni, hát ez milyen nagy erő, én meg ezt nem érzem. Én örülök, ha mehetek. Én nekem ez egy olyan ajándék Istentől. Érted? Tehát, hogy olyan nehéz megfogni azt, hogy akkor mi a nagy erő, meg mi a kis erő. És néha meg, meg nagy dolgok történnek, és alig, alig teszünk belőle erőbefektetést. Hogy nem is kell hozzá nagy erő, és nagy dolgok történnek. Tehát annyira ö, változatos és annyira sokrétű ez a dolog, hogy nehéz erre ilyen sablont ráhúzni. Ki az, aki megmondja, hogy akkor most sok erő, kevés erő, honnét kell az erő, milyen erő kell, ki az, aki ebben segítséget tud adni. És szerintem csak azt tud tanácsot adni ebbe, aki megalkotott bennünket. Aki tudja, hogy hogy működünk. Aki tudja, hogy ki, hogy van összerakva. És ez a Teremtő Isten, aki, aki meg tudja ezt mondani, aki tud hozzád szólni a te saját személyiséged, a saját jellemed, saját egyéniségedhez. Tud szólni az Isten, hogy mi az, amiben te Kis befektetéssel nagy dolgokat tudsz megcsinálni, mi az, ami neked nem fog menni, és nagy erőt kell kifejtened, mi az, ahol nagy csodákat tud tenni, és mi az, amiben pedig neked kell dolgozni. Nagyon sokszor akarjuk azt csinálni, hogy a, amit nekünk kéne megcsinálni, azt rábízzuk az Istenre. És amit meg Isten akar megtenni, azt meg megpróbáljuk mi megtenni. És hogy nekünk nagyon fontos az, hogy eljussunk odáig, hogy Isten addig nem tesz semmit, amíg nekünk van azon a dolgon tenni valunk. Tehát nekünk meg kell tenni azt, ami a mi dolgunk. És ezt követi az, hogy Isten ezzel együtt, vagy ezt követően tudja megtenni a csodát. Tehát helyettünk nem fog lépni soha. És ez nagyon fontos érteni a sorrendet, és felismerni azt, hogy mit kell tenni az életbe ahhoz, hogy elmozduljanak a dolgok. Miért olyan nehéz ez? Szerintem egy olyan világot élünk most, ahol amikor, amikor a bűn és a, a Jézus visszajövetele előtti időbe nagyon-nagyon összekeveredik minden. Szerepek felcserélődnek, más dolgok nyernek értelmet, a gazdasági gondok azok lekötik az emberek figyelmét. Európába, Amerikába elértünk egy olyan életszínvonalat, ami ami a bibliai fogalom szerint mindenki gazdagon él. Mindenki dús gazdagon él, mert azt mondja, ha van kettő, akkor már az egyiket ad oda. Ez lenne a szív jellem. És ezzel szemben mindenki gazdagságban él ezen a környéken, ezekben a kontinenseken. Más kérdés az, hogy állandóan eltoltuk felfelé a limitet hogy mindig nem elég egy autó, nem elég akkor együttülő, nem elég egy ruha, nem elég egy régi telefon, iPhone, kemény, és mindig toltuk felfelé, azért, hogy a szükséges létminimumról mindig mindig magasabb szinteken tudjunk beszélni, nem tudom, értitek -e? tehát, hogy a, 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 a szegénység és a gazdagság fogalma ezeknek az aránya el lett tolva. Ezzel azt tudták elérni, hogy állandóan hajtva vagyunk, hogy még, 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 még többet és egy csomó időnk, energiánk elmegy arra, hogy ezeket megtegyük, és azt érezzük, hogy ebbe viszont erőtlenné válunk. Gyengék leszünk, kifáradunk. Ahogy énekeltük, hogy olyan lesz a szívünk, lelkünk, mint a megcserepesedett föld, és egyszerűen nem találunk Istennel olyan kapcsolatot, mint amilyennek lenni kéne. Mondok, és ez nem ti, mi, mindenki. Mondok erre egy egyszerű példát. Istennek azok a csodái, amit a Bibliában le vannak írva, miért van az, hogy egy afrikai kontinensen működnek, máshol működnek, Európában, Amerikában annyira nem működnek. Ha nagyon őszinték vagyunk mi egyházi szolgák, akkor be kell valljuk, hogy nem működnek a bibliai csodák olyan mértékben, amilyen mértékben mi szeretnénk, és amilyen mértékben a Biblia beszél róla. Nem működik. Mert Isten nem teszi oda a pecsétjét, nem teszi oda a jelét, ahol nem ődicsül meg, ahol minden más fontossági sorrendet kap. Ez az én véleményem, nem kell ezzel osztozni, csak a jelek, mert azt mondja, hogy, igen, hogy a gyümölcseiről ismerik meg az, hogy a jófa jó gyümölcsöt terem. És ezek a jó gyümölcsök valahogy hiányoznak. És ahhoz, hogy vissza akarjuk menni oda, hogy Istennek a csodái megjelenjenek az emberek életébe, az tényleg Istennel kell időt tölteni, Isten szellemét kell behívni az életünkbe, és ennek az egyik jele az lesz, amit nem nagyon szeretünk, az, hogy nekünk kell változni. Tehát fel kell ismernünk, hogy nekünk másként kell gondolkozni először Istenről, aztán önmagunkról, és utána a másik emberről. Ha ez a mi részünk, és ez nagyon nagy erő kell, nem? Tehát ma, Istenről másként gondolkozni, hogy ő egy szerető atya. Olyan időszakot élünk, ami a kegyelemnek az időszaka még mindig, és Isten nem büntet bennünket. Isten nem a, a hátra akar sorolni bennünket, nem elvetni akar bennünket, tehát nem egy büntető Isten. Tehát, ha valaki egy büntet, azért, mert az Isten így büntetett, úgy büntetett, akkor ez nem jó az Isten képed, nem is tudsz elvenni tőle semmit. Mert amilyen az Isten képed, olyan dolgokat fogsz tőle elvenni. Tehát nagyon fontos, nagy erő kell hozzá, hogy elhidd, hogy Isten egy szerető Isten, aki a fián a kereszten odatta az életét áldozta azért, hogy most ebbe az időszakban még Jézus visszajön, kegyelem által meg tudjanak térni sokak. A második, hogy nagyon nagy erő kell hozzá, hogy teljesen minden milyen családból jöttél, milyen háttérből jöttél, hogy te egy szerethető ember vagy. És te nem egy elvetendő ember vagy. Te olyan vagy, akinek van jövője, akit Isten szeret, és el akar juttatni a célba. Az, amiért teremt lettél. Ezt szoktam mondani minden szinglik de általában a gyülekezetekben is a prédikálok, hogyha te magadat nem szereted, akkor miért büntetsz másokat azzal, hogy szeressenek téged. Tehát magadat kell szeretned először, szerethetővé válni, és aztán utána ö, várhatod, hogy téged szeressenek. Én találnék egy csomó dolgot magamon, ami nem szerethető, ami nem tetszik. Én szeretnék ilyen lenni, olyan lenni, amolyan lenni. De sokkal fontosabb az, hogy szeressen magam így, mint hogy elkezdjek külsőleg, vagy mármilyen frizurába, vagy bármi másként kinézni. Tehát fontosabb az, hogy szeretet, szeretve legyek magamáta. Ez is nagy erő kell. És aztán a harmadik, az még nagyobb erő kell, hogy a másik embert úgy lássam, mint ahogy Isten látja őt. Értitek? Tehát ezek, ezek hatalmas erőt, energiát mozgatnak meg bennünk, de Mindaddig, amíg ezzel foglalkozunk, mert ez Istennek az akarata, addig Istennel és Istenben jársz, Isten azon az úton vezet, ahova téged el akar juttatni. Ezen az értelemben jönnek a csodák el, és fogsz megtapasztalni csodákat. Ha nem ezzel foglalkozol, és nem erre fektetsz be erőt, energiát, akkor a világ szerinti eredmények jönnek ki belőle. És ez a nagyon lényeges különbség. Most el kell döntened, hogy hogy mit szeretnél elérni. Ha Isten szerint dolgok akarsz találkozni, csodában, eredményekben, gyümölcsökben, akkor az isteni úton kell járni. Érted? Tehát, hogy nem tudsz nem isteni útról isteni gyümölcsöket szerezni. És ezt minden nap meg kell csinálni. Én ezt minden reggel felkelek, és ezért imádkozok, és erősítem, hogy Uram, hadd járjak ma is a te akaratodba. És ugye ez azért nem olyan könnyű, és azért kell beszélni, mert ugye van az Istennek egy ős ellensége, és az embernek is egy ős ellensége, aki állandóan le akar lökni bennünket az isteni útról. Amikor biztos, hogy reggel felkészel, döntöd, hogy na ma senkiről nem gondolok semmi rosszat, és mindenkivel kedves leszek, az tudja, hogy mindjárt reggel valaki beszól. És mindjárt reggel valaki olyat mond, és akkor na látod Isten? Hát igen, de hát ez a, ez a, 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 a Isten és a sátánnak a harca. Tehát ez, a, ez, a, ez az, ami, ami egy folyamatos küzdelem, és ebbe a küzdelembe kell isteni erőhöz jutnunk. Ezt így, ezt így értitek valahogy? Oké. Okay. Az igét szeretném olvasni. Birák könyvéből Sámson volt Istennek a, a, a bírája Izrael életébe, és ebből szeretnék olvasni. 13. fejezettől egy pár igét. Biztos mindenki ismeri, de azért jó, hogyha felevelítjük, jó? Azt mondja a Bírák 13.1-től. Izrael fia ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy Dán nemzetségéből való ember, córából, akinek a neve Manoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úr angyal az asszonynak, és ezt mondta neki: Lásd, te meddő vagy, nem szültél. De, te herbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyáz, hogy bort vagy részegítő italt ne így áll, és semmiféle tisztátalant ne tegyél mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz ez a gyermek már anya méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmától. Egy gondolatra megállok. Amikor Istennel szövetségre lépünk, és Istennel akarunk valamit csinálni, akkor hogy az történik, hogy egy meddő állapot van, egy olyan, ami eddig nem sikerült. Ami, ami, én, gondolom, hogy azért abban az időben és kultúrában nagyon fontos volt a, a, az utó nemzése, kivált kép a fiúk nemzése, mert az vitte tovább a nevet. És ebbe a kísérletbe ugye nem írja a Biblia, de hát onnét tudják, hogy medő volt, hogy megpróbálták, és nem jött össze a gyereknemzés. Ez egy kudarc történet volt idáig. Tehát ha van olyan, ami az életedben úgy érzed, hogy kudarc történet, akkor most akkor tudsz párhuzamot vonni. Tehát nem sikerült. És egyszer belépett Isten ebbe a, ebbe a kudarc állapotába, és azt mondta az asszonynak, hogy nem, ne keser egy, mert fog szülni, és fog szülni egy gyermeket, de kell egy-két dolgot csinálni, és értelmetlenséget kér az Isten ettől, az asszonytól. Ne vágd le a haját. De azt előtte kéri tőle, hogy ne így bort, részegítőit ad, meg még a terméséből se egyél. És ezek érthetetlen dolgok, nincs összefüggésük, érted, ez nem konkrét. Mert ha azt mondaná Isten neki, hogy figyelj ide, ö, fogsz szülni gyereket, de ö, pólyába ringas, de úgy bánjál vele, mint egy kis herceggel, dédelges, babusgas, mitok, az érthető, mert a gyerekhez köze van. De mi köze van ahhoz? hogy ne így a bort, ne egyek szőlőt, ne így részegítőt, hogy a gyerekből majd valaki lesz. Ráadásul egy meddő állapotból egy olyan, ami megszabadítja Izrael népét. Érted? Tehát, hogy az általában mi, 21. századi emberek, ha logikailag nincs összefüggés az Isten kérése, meg a mi szándékunk között, akkor nem csináljuk meg. Ez nem hitből való élet. Ennek a következménye eredménye, Soha nem lesz erő. Soha nem lesz csoda. Tehát amikor Isten szól, hogy tegyél meg valamit, és az neked logikailag nem áll össze, akkor azt mondod, hogy na, ez a tegnap esti pacal. Vagy fölidegesítettek, és most rosszat álmodtam, vagy, vala, vagy rosszul hallok. Nem. Isten számtalan szól kér olyat, ami logikailag nem áll össze. És a hit, meg a logika, az nem mindig van párhuzamba az nem mindig szolgálják egymást. Nem, nincs feltétlen ellentéte, de nem mindig. Ezért a hitből való élet az, hogy hallom Isten, mond valamit, és cselekszem. Én nekem, amikor az Isten szólt 2012-ben, ápr április, nem, március 30-án, hogy holnap add át a gyülekezetet. Se előkészítve, se utód, volt már, tehát volt olyan ember, aki tudta vinni, de nem, nem, is gondolkodtunk benne. Semmi logika nem volt, és a teológián nem itt tanították, hogy így kell pásztort váltani. Hanem, mint a stafétabot, együtt futsz, felkészíted, bemutatod, meg stb. stb. Minden logika ellen szólt. Minden teológia tudomány ellen szólt, és gyakorlat ellen. Mondom, Istenem, jó, ha te mondod, ha tőled van, akkor adj egy jelet, és én hónap átadom a gyülekezetet eszem ágában nem volt. És Isten adott egy nagyon erőteljes jelet erre pecsétet, és másnap reggel a gyüli végén, az Isten tisztelt végén megtartott, és átadtam a gyülit, egyiket szombaton, a másikat vasárnap. És Isten megáldotta. Tehát, hogy az életedbe enged meg, hogy Isten azokon a területeken is, ahol netán kudarcos a dolog, szóljon hozzád, és bármennyire tűnik érte, tehát az ige ellen Isten nem fog beszélni soha. Tehát az igével stimmelnie kell. De engedd meg, hogy, hogy, hogy Isten megnézze, hogy minden helyzetben fogsz-e rá bízni. Fogsz-e benne bízni. Hogy számíthat-e rád, hogy majd végig fogod csinálni azt, amit, ő, amit, amit téged végig fog vezetni. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Szólni akar hozzád Isten. Amikor tud hozzád szólni, akkor arra kíváncsi, hogy megcsinálod -e. És ha nem igazán érted, hogy mi benne a logika, nem baj, legyél hívő, jó? Mert ez a hívő nem gondolkozik, hiszi. A gondolatnak is megvan a helye az értelemnek, de a hit életnek is megvan a helye. Csak azt mondja neki, hogy ne idegeskedj, asszony, szülni fogsz, ugye ennek a nőnek ez volt a legnagyobb vágya, ne borotváld le a fejét, mert Istenek szentet lesz a gyermek, azt mondja, hogy ő kezdi megszabadítani, hát nem tudom mennyire tudta elhívni, elhinni az asszony, hogy az ő fia, aki, aki nem is volt, még, nem, még meg se született, meg nem is kapta meg, hogy egész Izraelt fogja megszabadítani. De lényeg az hozzá, azt mondja az igen hatos, hogy az asszony elment, és ezt mondta a férjének, Isten emberre jött hozzám, alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes. Nem kérdezte meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem, teherbe fogsz esni, és fiút szülsz mostantól fogva, ne így bort, vagy részegít ad. ne ne egyél semmiféle tisztátalan mert Istennek szentelt lesz ez a gyermek születésétől fogva halál napjáig. Akkor Manuál könyörgött az úrhoz, és ezt mondta. Miért elmondom, még egy gondolat. Épp most jöttem meg én ilyen házas párnak a párbajából, próbálom segíteni őket, meg ilyen, kibékíthetetlen ellentét van közöttük 15 év után, és tegnap előtt egy másik párnál voltam. Tehát azért látom, hogy a házasságban milyen harcok dúlnak. Mit lehet érteni ebből a párbeszédből? Nektek mi jön ebből a párbeszédből? Az asszony kint dolgozik a mezőn. Hal valamit az Istentől. Egy lehetetlen dolgot hall az Istentől. Megjelent neki egy angyal. De mi az első dolog, amikor megkapja ezt az információt? Hazarolna férjhez, férjehez, mert tiszteli a férjét, tiszteli, és őszintén elmondja neki. Most ugye, ugye rengetegszer olvassuk a Bibliába, ahol ilyen meddő dolog van, hogy a férjek, meg hát tudjuk a történetben, hogy a férjek megvetették a feleséget, elváltak tőle, mert ha meddő nem tudja teljesíteni azt, ami kell. Kivétel képez, hogyha hitt Istenbe. Ha bízott Istenbe, akkor nem tett ilyet. Ez az ember, ez a Manuál szerette a feleségét annak ellenére, hogy nem tudta megtenni azt, hogy, hogy, hogy gyermekáldást adjon. Tehát kettejük kapcsolata az, az alkalmas volt arra, hogy abba egy gyereket Isten oda helyezzen. Érted, milyen fontos ez? Hogy, hogy ez a, a sorok között kell tudni olvasni, hogy ő, ő Isten nem tesz oda nem, nem az egy olyan gyereket, ahol nagy háborúság dúl, meg, meg, meg viták, meg ölik egymást, meg gyilkolják, meg elhordják mindenek egymást, a problémák idején sem. Hány házas, mert fiatalokat adtam össze, és akkor ugye ilyenkor mondják, hogy ásó kap a nagy harang, az élet, holtomigla, holtodigla, stb. Ezt mindegyik házas elmondja. És ma már eltelik egy fél év, és, és, volt olyan, akit összeadtam, és fél év múlva elváltak fiatalok. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy támadás alatt van a házasság és a párkapcsolati terület. Ő majd lehet, ha jut idő, beszélek egy pár szóltról, hogy ő azon gondolkodtam, hogy mi az, ami a világon a legnagyobb támadást kap. Mi van a legnagyobb támadás alatt a világon? És ugye beszélhetnénk az egészségről, mert nagyon sokan megbetegszenek. De hát azért azért fiatalok meg sokan élnek egészségesen. De a legnagyobb támadást az egység kapja szerintem. Mert már a gyerekkorban a szülőkkel szemben nevelik őket, már óvodába, hogy a szülők ellen hangolják, mondjuk egy Kanadába, vagy más, ahol a genderőrület bejön. A szülő-gyerek viszony, a gyerekek közötti ellenségeskedés, tehát az egység van a legjobban támadva. Miért az egység van támadva? Azért, mert Isten szerint ez a legfontosabb. A János 17-ben azt mondja, Jézus imádkozik a főpapimába, és azt mondja, atyám, én elmegyek hozzád, elmegyek a világból, de ők itt maradnak. Kérlek téged, hogy őrizd meg őket, óvd őket, és megmondja, hogy miért. Azért, hogy egyek legyenek. Nagyon érdekes, hogy nem kéri Jézus, hogy azért jól tudjanak szolgálni, hogy boldogok legyenek, hogy sikeresek legyenek, hogy a felekezetek jól működjenek, semmiért nem kér. Azt kéri Jézus egyedül, hogy azért őrizzen meg bennünket, hogy egyek tudjunk lenni. Akkor most, ha meggondolod az egyházba, a gyülekezetekbe, hogy van ez az egység kérdése? A szolgálatokban, a házasságokban, a gyerekkapcsolatokban, hogy van ez az egység kérdése? Hogy mennyivel inkább az önigazságunkat turbizolja fel az ördög, arra hajaz rá, hogy legyen igazunk, és szakadások legyenek, mert ez Isten ellen hat. Tehát, hogy most az egység vissza ide, a manuál, a férj és a felesége. A tragédiák ellenére nem hibáztatták egymást, ugye nem volt orvostudomány, hogy most ki miatt nem lett, a férfi vagy a nő miatt nem lett erre. Nem hibáztatták egymást, és amikor nem a hibát keresett, hanem az egységet, az Isten oda áldást tud küldeni. Mert ahol ketten vagy, Hárman egy akaraton vannak ott, Isten ott van közöttük, és oda a testvérek egységébe küldi az áldást. Értitek ezt, hogy, hogy próbálom összerakni? A gondolkozás, hogy ez pici dolog, de nagyon nagy erőt igényel. És Isten nélkül nem megy. Jézus azt mondja a János Evangélium, hogy nálam nélkül szőlőtő példázatán, nálam nélkül semmit nem tudtok csinálni. És mondtam most a házasságkötésen, hogy volt a Marosvásárhelyen ezt az igét, hogy nálam nélkül semmit nem tudtak csinálni, ilyen szép csendben. És amikor ezt kimondtam, akkor utána de hogy nem! Ott is mindenki megriadt. Mert ugye, hát csak azért hogy fölébredjenek. Tehát azért, mert a, mert a, mert a de ez, ez, ha az igébe azt jelenti, hogy nálam nélkül semmit nem tudtak csinálni, ez nem igaz. Mert mindenki tud csinálni Jézus nélkül, Isten nélkül minden, nem? De a jó gyümölcsökről beszél hogy jó gyümölcsöket nem tudtak teremni nálam nélkül. Hogy a házasságom jó legyen, hogy az életem jó legyen, hogy a gyülekezeti beilleszkedésem jó legyen, a szolgálatom, az elhívásom jó legyen, a kapcsolatrendszerem jó legyen, na ez nem megy Jézus nélkül. Ez a nagy különbség. Na Isten látta ennek az asszonynak a baját, hogy nem tud szülni, meg ott van ez a férj, és annak ellenére, hogy szégyenbe vannak, mégis szeretik az Istent, meg szeretik egymást. Érted? Ha mindig a bajodon panaszkodsz, hogy mi az, ami nem sikerül, hát Isten hogy küldjön oda áldást egy panasz özönbe? De amikor a nélkülözésbe, a bajba is tudod Isten imádni, és azt mondom, nem baj, legyen meg a te akaraton, én szeretlek így is, én örülök, hogy élek, szeretem az embereket, érted? Akkor azt Isten, na ezzel az emberrel, ezzel a gondolkodással tudok mit kezdeni. De amikor a panasz jön állandóan, hát azt mondja az Isten, hogy bármit kérünk, hálaadással tárjuk fel. Nézd meg az ima életedet, mondjuk imádkozol egy héten keresztül. De nézd meg csak egyet. Tudsz-e úgy imádkozni, hogy mindig csak hálát mondasz ki? Én nagyon sok megpróbáltam, de a második, harmadik mondatnál mindig becsúszott, hogy add Uram. Segíts meg Uram. Add meg nekem, hozzá el nekem, érted? Tehát, hogy annyira ez a, ez a fogyasztói társadalom átjárja a gondolatainkat, hogy valamit elkezdünk jól, és akkor átmegyünk a sirámba, könyörgésbe, kérésbe, minden, ami, ami nem bántja Istent, csak azt mondja az Úr, hogy hálaadással. És amikor ugye imádkozunk egy csomó negatív kéréssel, akkor ugye mindjárt azt is elmondjuk az ördőnek, hogy hát mi a bajunk. Elmondjuk, hogy hol lehet bennünket a legkönnyebben megsebezni. Érted, mit mondok? Tehát amikor mondod, hogy ez nem megy, az nem megy, ez ilyen, ez olyan, akkor azt mondja, na, tessék. Mi eláruljuk magunkat a beszédünkbe. Azt mondja az ige, hogy aki beszédében nem védkezik, szinte tökéletes ember. Tehát ne adj magadnak támadási felületet, hanem mindig hálát adjál. Legyen egy háladó szíved. Kis dolog, de nagy erő kell hozzá. Ez egyetértetek? Kis dolog, nagy erő. De ez a kis dolog nagy erőt igényel, és még nagyobb változást hoz az életedbe. Ez a legfontosabb, hogy Hányszor van úgy, hogy nagy gépeket hajtanak meg ilyen kézi kütyüvel. Mert annyi áttétel van benne, igaz, hogy, isz, hogy kis erő, emberi erővel nagy gép, ez a transferek, nagy gép, ugyanez. Imába, csak hálaadó nem tudom a logikát, nem értem, de csak ima. Isten azt mondta, hogy ez jó lesz. Ez fog segíteni rajtad. Elkezdek hálaadóimát vagy, hálaadó élettel, köszönöm, ami van, és, egy, és meg fogod látni, hogy bemozdul ez a gépezet, és Isten elkezdi. Mert látta, hogy ez a férj-feleség szeretik egymást a nyomorba, őszinték egymáshoz, hazamentek beszélgetni, és akkor azt mondta, na, ezekkel lehet valamit kezdeni. Rengeteget tudnék erről beszélni, de csak kérlek, gondold végig, ha kapnál most egy férjet vagy egy feleséget, hirtelen, te legyen egy új kollégád a munkahelyeden. Mernél vele őszinte lenni? Mennyit sérültél már az őszinteségből? Hogy kiadtad magad, elmondtad, visszajöttek vele, a fejedhez vágták, érted? Mennyire merünk őszinték lenni? Mi az, ami, ami, az őszintességnek a mélysége és a foka? Én egy nagyon extrovertált ember vagyok, én, ha valakit megismerek, én azonnal beszélek az életemről, a legmélyéről, nincsenek titkaim, de semmi, szó szerint. Mert a kudarcaimat nem szégyenként élem meg. Ha a kudarcodat szégyenként éled meg, akkor elkezded rejtegetni. Ha rejtegeted, akkor viszont sebezhető leszel, mihelyt valaki megtudja rólad. Én, amikor a feleségem, amikor megtért, hogy mondtam neki, és pásztoroltam, anya, úgy viselkedjünk otthon, hogy én vasárnap kiprédikálom. <laughs> és, én, és én meg is csinálom. Meg is csinálom. Akkor is megcsináltam, most is. Tehát, amikor nekem mondjuk az Eddivel már volt itt a fia, megromlott a kapcsolatom, vasárnap a gyülekezet volt az első, aki megtudta. Akinek én elmondtam. Miért? Hát, hogy ne plegykából kelljen nekik meghalni. És ha valaki mondja nekik, hogy képzeld el a hámori én tudom, bosának elmondta a gyűjbe. Tényleg? <laughs> és, és már kiloptam a, a, az ördögnek a, a, a szelét, kiloptam vitorlába, nem tud mit csinálni, nem tud róla, érted? Amikor rejtegetve van, persze ennek az is igazsága, hogy, hogy amikor az ember tudja, hogy kiprédikálom magam, akkor igyekszek nem olyat csinálni, mert ezért ez csak megszégyenítő, és nem akarok szégyenkezni, tehát inkább nem csinálok olyan dolgokat, amiért utána szégyenkezni kelljen, érted? Tehát van egy ilyen visszatartó ereje. De ha, ha összevesztem a feleségemmel, és nem úgy beszéltem vele, azt is elmondtam. Szépen a prédikációban bizonyságként befontam, hogy lám, lám a pásztoratok, abszolút nem tökéletes ember. És amikor elmentem a gyülekezetbe, de már nem szeretettem, mentem. Már nem tudtam. Akkor azt is elmondtam a gyülekezetnek. Letérdeltem el, és kértem, hogy gyertek ide, imádkozzatok értem, mert már nem szeretettel jöttem a gyülibe. Érted? Tehát, hogy nagyon fontos, hogy vagy össze... tehát, ha én a világban egy ilyen, egy ilyen tényleg ilyen, gazembertípus gazember típus voltam minden, minden, területen. És azt mondtam, hogy én azért nem térek meg, hogy csináljak valamit megint a régi szerint. Ha vagy új módon csinálom, vagy akkor meg a világba. Én ezt a, ezt a csiki játékot én nem akarom élni. És azt látom, sok keresztény megtér, szereti az Urat, meg Jézus, de régi módon él. És akkor várjuk, hogy valami tört. Nem fog menni. No, tehát ez a kicsi igen még azért sok mindent rejt magában Az időm megfogy. Szilvi, szóljál már egyszer, nekem mindig az órát nézegetnem. Jó, tehát, hogy szeretném csak mondani, hogy ahhoz ez a lelkület kell, tehát, hogy a, a férj, feleség egymással beszéltek a kudarcok, a nehéz helyzetek ellenére, hogy Isten azt mondja, na, oda tudok áldást küldeni. Mit? Hát, ami a legjobban kellett nekik. Itt Isten egy jó Isten. Nem azt fogja neked küldeni, amire nincs szükséged, hanem azt, amire szükséged van. De. Nem biztos, hogy amire neked szükséged van, hogy te pont azt kéred. Már nagyon sokszor kérünk olyat, ami úgy hiszük, hogy nekünk jó, de Isten meg tudja, hogy nekünk az nem jó. És lehet, hogy, a, hogy per pillanat nem örülsz annak, amit Isten ad, de aztán az idő távlatában kiderül, hogy fú, de jó de jó, hogy akkor az nem az történt, hanem ez történt, mert ebből mennyi jó dolog jött ki, jó? Tehát Isten, amikor te úgy élsz, fog szólni hozzád, amikor te megteremted annak a, az Isteni áldásnak a, 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 fogadó terét, és nem kell nagy dolgot, háladó élet. Egyszerűen örülj az életnek, adjál hálát, legyél boldog, mert élhetnénk más. Most, hogyha Ukrajnába kéne élni, Kievbe, eddig nem volt gond. Most, most, hogy milyen jó, hogy, hogy, itt vagyunk a Kárpát-medencébe, és még mindig nem azt szenvedjük el. Milyen jó, hogy a 480 forintos üzemanyaggal jövünk, megyünk, annyi autó van az utakon, mint a hangya. Ha 800 lenne, nem menjen közlekednének. És most már ugye, mert, mert, mert a, így a, egyre több európai ország kezdi ugyanezt csinálni, mint a magyarok. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a magyarok, az országnak, a nemzetünknek ebben az időben van egy különös elhívása. Isten szerint. Ezt proféciában megkaptuk 2019-ben, meg 2021-ben is. Hogy van egy időszerű. Ebbe kell nektek, meg nekem beilleszkedni. Hogy te egy, egy, ne egy vesztes magyarnak, hanem nagy magyarnak lásd magad. Olyan, aki, aki Istennek a gyermeke, Istennek a fia, a lánya, és eredetesen hogy magyarok vagyunk, hogy Isten valamit rajtunk keresztül meg akar mutatni. Erről szóltak a proféciák. Na menjünk vissza az erőhöz, jó. Azt mondja, akkor Manuel könyörgött az úrhoz, és ezt mondta, kérlek, uram, Istennek az az ember, aki küldöttél, hagyja jöjjön el ismét hozzánk. És figyeld a kérést. Tehát elmegy, könyörög az Úrhoz, az Istenhez, hogy hagyja jöjjön el megint az az ember hozzánk. Már ugye ez egy jó tevő volt. Egy olyan, aki azt ígérte, ami, amire legfőbb vágyuk volt, hát mondjon már még valamit. De nem ezt kértem. azt mondja, hogy és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatom Anna a szavát, és, és Isten Angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az mezőn volt a férjem, Annak azonban nem volt vele. Ez, az a baj, annyi üzenet van benne, hogy nem tudom elmondani, hogy milyen érdekes, hogy a, ez a férj nem azt mondta, hogy miért nem nekem szóltál. Miért az asszony embernek szólta? Ugye, mert ószövetségben is, mi gyakran még most is a férfi a feje a nőnek, ezt félreértelmezzük. És nem ezen hőzöngött, hogy az asszonynak mondta, biztos félreértette, meg a vágyai, meg az álmai, meg ilyen, ilyen érzelmi lény. Miért nem nekem mondta, gyere el és mond nekem is ad kijelent, és azt mondta, hogy jöjjön, mondd hogy akkor hogy kell ezt felnevelni. Ha neked neveljük, és én meg fogja szabadítani Izraelt, hogy csináljuk? Hogy milyen érdekes ez, hogy megkérdezni Istent, hogy hogy csináljam? Hogy a legnagyobb nehézségben van egy ígéreted, és nem kételkedve szólsz, hanem azt mondod, hogy Uram, hogy csináljuk? Érted ezt megkérdezni Istentől? És minden helyzetben. Én, amikor leülök beszélgetni valakivel, tegnap is volt több megbeszélésem, és leülök, és né nézek rá, és ő, ő, és mondja a magáét, ilyen, ilyen bevezetők is, 5-10 perces szöveg, végig azt kérdezem Istentől a hát a hogy Uram, hogy csináljam? Mit akarsz, hogy most szólj? Én nem akarok szólni, te szóljál valamit, te mondj valamit. Tehát, hogy hogy csináljam? Hogy nem emberi indulatból, emberi erőből nekifeküdni, mert hogyha megkérdezed Istentől, hogy Uram, hogy csináljam, és azt megcsinálod, akkor jön a szent szellemnek az ereje. Érted? Isten ahhoz ad erőt, ami ő dicsőségét hozza. Abcsel egy nyolc, hogy szól? Mikor Jézus elragadt, akkor mit mondott? Azt mondja, hogy vesztek erőt, minek utána eljön a Szent Szellem. Veszünk erőt. De mire? Lesztek nékem tanúim. Semmi más nem mond. Nem azt mondja, hogy, hogy SMS-et nagy prédikációkra, nem azt mondja, hogy a nagy ö, ö, kísértések ide, semmi, azt, mondja, hogy nekem a tanúság tétel fontos, és ebben veszünk erőt. Nézd meg a gyülekezetekbe: ha nem az emberek fülének prédikálunk, nem a vágyak kielégítésére prédikálunk, ha nem füst, meg felhő, meg lettfal, meg nem tudom, mik azok, amik pótolják a szent szelem erejét, hanem egyszerűen bizonyságot teszünk Isten dicsőségéről, az ő nevének az erejéről, és csak ez a tanult leszünk, tehát a prédikátor is egy tanú arra, hogy Isten mit mond az igébe, és hogy hogy működik. A tanúság tételre azt mondja, hogy jött, azt mondja, hogy eljöttök, kaptok erőt, eljön a Szent Szemrátok, és lesztek nékem tanúim. Jeruzsálem, így, így, így. Tehát a tanúság tétere mindig bizonyságot tenni, hogy Isten jó, hogy Isten nagy. És ez a bizonyságtevés néha az, ahogy viselkedsz. Néha az, ahogy kérdezel. Néha az, ahogy kedves vagy. Néha az, amikor ellenállsz egy kísértésnek, egy bűnnek. És mindegy, hogy mit mondanak rólad. Akkor leülök és mondom, hogy nem iszol. Mondom, nem iszok. Abszolút nem iszol. Abszolút nem iszok. Hanem miért? Nem szabad, de szabad. De én nem akarok. Mert én készen akarok lenni arra, hogy az Úr nagy dolgokat is rábizon. Eddig eliszogattam, söröztünk, boroztunk, leütünk a keresztényekkel vacsorához, mint semmi baj nem volt bűntudatom. Csak nekem nem volt elég az, amit az Isten eddig végeztem. Én még többet akartam tenni. Isten még jobban odaszállni magamat. És azt mondtam már, hogy egy pohár borom vagy egy üveg sörön nem újon. Ha iszol, nem követsz el bűnt egészségedre. Ha leiszod magad, akkor igen. De én azt érted, még többet Istenből, még többet. Én ott akarok lenni, amikor az nagy dolgok történnek. Benne akarok lenni, nem végig akarom nézni, hanem annak a részese akarok lenni. És ezzel még többet akar, és még jobban oda szállni, és akkor még többet imádkozni, még többet olvasni a Bibliát, és mindenbe, és bizonyságot tenni Isten dicsőségére. De ihátsz, nem baj, komám, ez nekünk nem tiltott dolog. A kereszténynek nincs megtiltva. Én döntöttem úgy, hogy nem akarok, mert annál jobban szeretem. És a feleségem is, amikor azt mondta, hogy, hogy amikor régen a világban volt, akkor elég jó ittam, hogy a vendéglősként, a mindig voltok az ivás, nem? Hát inni kellett a lakodalmasokkal, az örömszülőkkel, a, a, az üzletemberekkel, mindig. És akkor a feleségem nem örült neki, és akkor apa nem szeretsz annyira, hogy ezt azért nem csinálnád? de szeretlek. Hát akkor valahogy moderál. Oké. Okay. Tehát a szeretet mértéke mutatta meg, hogy mit csinálsz, amit nem. Amikor valakinek ajándékot viszel, akkor az ajándék megmutatja a te szeretetedet. Hogy az, hogy adod oda? Hogy mit adsz oda? Érted ez? És erről beszél. Ha hát térjünk vissza, és azt mondja, hogy én neked, hogy tudom felnevelni? Neked. Uram, mondd meg nekem, hogy hogy csináljam, mert én alapból ösztönszerűen tudok gyereket nevelni, ráadásul pedagógus vagyok. Tehát egy csomó dolgot tanultam. De ez nem ugyanaz, ha Istennek neveled. Hanem az nem ugyanaz, ha Isten módján neveled, mert akkor nem lenne ennyi sok deformált lelkű gyerek, ahogy felnőnek, és most mondja mindenki, tiszteletlenek, felelőtlenek, nem tudom, könyörgöm, ki nevelte föl őket, nem mi? Meg a szüleink, meg az ősök. Tehát ez, egy, ez van egy elhajlása a ebbe az egész család, gyerek, házasság, minden téma, ez egy nagyon nagy téma de most nem ez a feladat. Jó, azt mondja, megkérdezi, és erre megint megjelent az úr, persze nem úgy, hogy a Manuál gondolta volna, hogy most neki, hanem megint az asszonyhoz ment. Tehát Isten tervét ő nem adja föl. De ő úgy csinálja, hogy eltervezte. Ez neked ha tetszik, ha nem tetszik. És akkor azt mondja az ige, hogy az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt, a férje annak azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hírt adott a férjének, és ezt mondta neki, megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Manál fölkel, és követte feleségét, amikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt kérdezte tőle, te vagy az a férfi, aki? Igen. Azt mondja, Manok ezt mondja, ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Az úrangyal ezt mondta, őrizkedjetek az asszony mindattól, amit megmondtam neki. Tehát látod, nincs új a nap alatt. Egyszer kimondta, azt úgy kell csinálni. Ha azt mondja, hogy háladással tárjunk fel mindent, akkor ne akarjuk másként csinálni. És még csak az okát se kérjük. Ha azt mondja, hogy minden dolgot a korintuszi levél szeretetbe menjen végbe, akkor nem kell meg mér. Csak. Ez a ma 21. századi gondolkodó embernek a másik nagy hibája, hogy mindig mindenre, mindenre meg akarunk magyarázni. Tudományal mindent meg akarunk érteni. És az egész emberiség ilyen. Csak az a baj, hogy a hit meg nem így működik. A hit még úgy működik, hogy hallod az igét, olva, ugye hallásból van, olvasással megerősített, hallod az igét. Az a szívedbe ide beüt. Ad egy kijelentést, és utána már nincs kérdés. Megértettem, megérintettem a szívemet, és csinálom. Ez a hit. A tudomány a szét akarja szedni, logikára szedi, meg akarja magyarázni, és ennek is helye van, de ez nem fogja a hitedet növelni soha. A hitedet tudod, mi növeli? Amikor hallod az igét, és lépsz. Ez növeli a hitet. Hogy cselekszel. Hogy nem vársz, hanem kilépsz hitben. És amikor azt mondja az igé, egy alázatos légy, hogy ne önmagunkat, ne az egót vigyük előre, hogy amikor ne a maga igazát keresd, ezek ezek egyszerű dolgok, kis dolgok, csak nagy erő kell hozzá megcsinálni, nem? Hát az igen írja a szeretet, a korintuszi levélben, hogy mit nem csinál a szeretet. Van, könnyen elolvassuk. Például az első mindjárt mivel kezdi, hogy az agapé szeretet milyen? De ez hogy hosszan tűrő, türelmes. Na, hát nagyon idegesítő dolog türelmesnek lenni. És, De ez, ezzel kezdi mindjárt ha erőt akarsz az életedbe, ha meg akarod látni Istennek a dicsőségét, erejét, akkor azt kell csinálni, amit ő mond. Mondja, hogy legyél türelmes a másikhoz. Ne türelmetlen. Az ördög mit fog csinálni? Széged állandóan türelmetlenségre int. Állandóan. Miért? Mert az Isten igazsága ellen hat. És ebbe te el fogsz bukni. Meg én is. Meg mindenki. A türelmetlen ember még soha nem győzött. Miért? Mert az igébe le van írva. Ha erőt akarsz, akkor azt kell csinálni, amit Isten mond az igébe. Mert Isten nem fog megszégyenülni, hanem mindig megdicsőítő önmagát. De nélküled nem megy. Isten az emberrel együtt dolgozik. Milyen dolog ez ma, nem? Hogy, hogy páran szeretnének mellettünk lenni, és együtt lenni, és dolgozni velünk, nem az a dicsőség velünk dolgozni, hanem az, akivel mi dolgozunk. Az Isten a dicsőség együtt dolgozni. Az a nagy dolog, az a fantasztikus, és abból származik erő. És akkor Isten úgy, ahogy gondolkodik rólad, létszeres te is úgy gondolkoz magadról. Akkor meg fogod tapasztalni Istennek az erejét. Amen. És még egy idő, húha, még egy igen pár. Az, asszo, az az, az, azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr, és az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán abarában mely coár és Eszter között volt. Ez egy, ez egy lényeges Azt mondja, hogy felnövekedett Sámson. Sámson az neve azt jelenti, hogy Napocska. És a Napocska egy kicsit képző, de mégis a napnak az erejét és a fényét hordozza magába. Nem olyan, mint Isten, nem olyan fényes, tündöklő és nem olyan erős, de az ő leképezése lesz, mindaz, amit Sámson csinál. Nem vágták le a haját, mivel engedelmesek voltak, ezért az Isten ereje volt rajta, méghozzá különleges erő volt Sámson. Tudjátok, ő volt az, aki minden szétszakított, meg minden bilincset, meg láncot letört, nem volt ellenfele. Miért? Mert a haj az az, az engedelmességet érezte. Hogy mind végig engedelmes volt. Na most azt mondja az első, az igébe figyelj, hogy ő zsidó ember lévén. Az Isten szelleme elkezdte nyugtalanítani, hogy menjen be a filisteusok táborába párt választani. A szülei zsidó emberek lévén, mondják, hogy ha, hogyan? Sámsa, nincs itt elég szép lány, meg minden, hát mi egyébként is mi zsidók vagyunk, Isten gyermekei, hát ez ez nem lehetséges, hogy te elmenj oda, amikor nekünk nem szabad menni az idegen uh, filiszteusok táborába. És a szülők nem értették meg, mert volt egy ilyen hagyomány, és ezt követték, és hülyek voltak az ígérethez, hogy Istennek neveljék a gyereket. A gyerek fel és nő. És azt mondja az ígéret, hogy nem tudták a szülők, hogy Isten ingerli őket, hogy menjen be, Azért, hogy a filiszteusokon uralmat vegyen, hogy a filiszteusokat majd legyőzze. De aztán elengedték a gyereket, és a filiszteusok táborába bemegy Sámson, és ugye ott találkozik egy hölgyel, aki nem közülük való. Miért mondom én ezt? Mert nagyon sok kérdést kapunk arra vonatkozólag, hogy egy keresztény ember házasodhat-e egy nem keresztényel hogy mi van akkor, hogy a, mert sokan mondják, hogy néha a keresztény férfiak, meg a nők, hogy olyan kis ragymatagok, olyan kis nem tudnak udvarolni, nem olyanok, hiába nem jön össze. A világiak azok meg azonnal ugranának oda-vissza, tehát férfi-nő egyaránt. És akkor kérdezek, hogy mit csináljunk? És akkor mindig mondom, hogy bármit lehet csinálni, bármit lehet, tehát te mehetsz, házasodhatsz, de ez körülbelül olyan lesz, mint amikor egy az egyik csapat az foci csapat, a másik csapat kézilabdázik, mind a kettő labdával játszik, igaz? Tehát ez ugyanaz. És akkor azt mondjuk, hogy na, rajt, és játsszuk le a meccset. Az egyik csapat az a foci szabálya szerint rúgni akarja, ami a kézibe nem szabad. A másik az dobálni akarja, az meg a fociba nem szabad. Na milyen meccs lesz ebből? Ez egy álló háború lesz, nem? Tehát körülbelül tehát lehet menni... Na, itt az Isten ingerelete, látszólag a saját törvények minden ellen ingerelt a sámsont, hogy menjen be a farizeusok közé. De itt azt mondom, lényeges dolog, hogy Isten egy küldetést adott, hogy ott végezzel. Érted? Sámson nem a saját ingerenciája miatt ment oda be, hanem azért, hogy küldetést láss el. Tehát, ha neked küldetés van az életeden, hogy te hozzámenj egy férfihez, vagy egy feleség elvégre azt mondta, aki világi, és ezt te tudod hordani, mint egy ajándékot, mint egy elhívást, mint egy küldetést, akkor nincs ember, aki azt mondja, hogy ne tett. De csak azért, mert régóta vagy egyedül, vagy szexuális vágyaink vannak, vagy társas igényeink vannak, ami teljesen természetes. Ezért megyek a világ felé, ez általában nem szokott jól végződni. Általában nem lesz jó eredménye. Van ritka kivétel, amikor megtér a másik fél, és, és aztán utána megtérnek, és az, az jól működik a házasság és kapcsolat, de nagyon-nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Ezért nem szabad azt mondani, hogy nem lehet, inkább az, hogy imádkoz, és a szívedben milyen békességet ad. Jó, megyek tovább, mert elfogyott az időm. Azt mondja még, amit szeretnék. János 12. Evangélium. Azt mondja János 12. 20. Jézus beszél a földbe esett búzaszemről. Tudjátok, amikor mondja, hogy ha el nem hal a búzaszem, akkor nem fog tudni sokszoros gyümölcsöt hozni. És azt mondja ott az egyik igében 20, hogy Bizony-bizony mondom néktek, ha búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, ha valaki nekem szolgál. És azt megbecsüli az atya. Most megrendül az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Azt mondja az ige, itt, itt arról szól, hogy, hogy, hogy volt néhány görög ember, aki oda ment Fülöphöz, hogy akarunk beszélni a mesterrel. Fülöp mondja, hogy hát én még nem tudok olyan közel van, nem olyan közel a tűzhöz. Oda ment Péterhez, hogy Péter, van itt pár görög, meg milyen kéne Jézushoz menni. Bemutatni őket, hát hát ha csúran csöppen valami. És akkor Péter fogja magát, jó, akkor gyertek. Jön ez a pár görög, meg a Fülöp, meg a Péter, oda mennek Jézushoz. És mondják, hogy Jézus, hát ezek az emberek itt vannak, szeretnének veled beszélni, hát, hát valami kis, mit tudom én, gyógyulás, vagy valami kis áldás, vagy valami. És Jézus elkezd beszélni a buzaszemről. Ha nem hal el a buzaszem, nem fog sokszoros termést hozni. És akkor egyszer csak átvált arra, hogy azt mondja, hogy igen, az mondja, én is kérhetném az atyát, hogy mentsen meg ettől, mert megrendült a lelkem, ugye készül a gecsemáné körbe. De azt mondja, de hiszen hát most kérjem, hogy mentsen meg, amikor ezért az óráért jöttem. Tehát Jézus ezért jött. Ez volt az, a küldetésének a célja az az óra, amikor felment, felmagára vette a világ bűneit, és felment a keresztre. Az emberek jönnek, hogy saját érdekekből valami pozícióba kerüljenek, vagy valami, Mondok egy, 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 na majd ezt kamerán kívül elmondom. Tehát, hogy, hogy az emberek szeretik a saját élethelyzetüket jobb irányba, helyzetbe, pozícióba hozni. Jézus meg azt mondja, figyelj, nem, nem erről szól az élet. Nem erről szól. Azt mondja, el kell halni ahhoz, hogy sokszoros termés legyen. Tehát amikor a mi emberünk el tud halni, dolgai, akaratosságod, igazad, stb. stb., akkor kezd el gyümölcsöt teremni, az az erő. És azt mondja Jézus, hogy ezért az óráért jöttem, ott, ami a kereszten fog történni. Most az a kérdésem feléd. Te tudod-e, hogy miért születtél meg erre a világra? Mi az a te órád? Mi az a te küldetésed? Ha nem tudod, akkor csak, mint a tenger habja, tengősz, lengősz és nem, persze nem, tudod, nem, nem találsz célt, nem találsz örömet az életbe. De tudod-e, hogy miért jöttél? Ez egy fontos kérdés, és ezt tett fel magadnak, és kérdést tett, hogy mutassa meg, hogy mi a te célod. Miért jöttél? Mi a te elhívásod? És az utolsó ige, az a korintuszi levélbe, fölse olvasom már, csak tudjátok, a korintuszi levél egybe mondja 18-ba, hogy, hogy a keresztről való beszéd a világnak bolondság. De nekünk, Istennek ereje a Szent Szellem azért jött el, hogy Isten erejét közvetítse, mennyei erőt. És azt amikor a Szent Szellem él bennetek, és Isten dolgaiba járunk, tehát a magánéletben is Isten dolgaiba járunk, hogy ő szerezzen dicsőséget, akkor ezt a mennyei erőt képviselitek. Én még soha nem tudtam úgy imádkozni Istenhez, hogy amikor őszinte, jó szándékkal tudtam imádkozni, őszintén nem volt benne sértődés, harag jött, hogy Isten ne adta volna meg, ne válaszolta volna meg de ezek az imák majdnem mind mások javát szolgálták, másokért volt, és azt mondja, hogy aki mást felüdít, maga is felüdít. Tehát Istennek van egy gondoskodása arról. Az ember itt arról beszél, önmaga felé szeret fordulni. Ez az egónk, a régi. Az újjászületett ember tudod a fele barátról kérdezi, hogy ki az én fele barátom? És Jézus végén rákérdez, na akkor kinek vagy te fele barátja? Megfordítja a kérdést. Nem az a kérdés, hogy hogy neked ki a fele barát, hanem te kinek vagy a fele barátja. Te hogy állsz az emberek? Nem az, hogy te hozzád, hogy állnak hozzá. Érted? És ez a kereszt üzenete. És amikor te életed a keresztről beszél, mindig ott lesz veled Isten ereje. Amikor rólad beszél az életed, a csend, soha nem fog megtapasztalni. Az, az, az erő veled van, az azt jelenti, hogy Isten veled van, az azt jelenti, hogy Isten dolgaiban mész. Mert itt mondja Jézus, hogy ahol én vagyok, ott lesznek az én szolgáim. Azt ma azt olvastam fel, hogy ott lesz -e. Nem úgy vagy, te vagy valahol, és akkor Isten megy oda. Mert általában azt szoktuk csinálni, hogy mi kitalálunk valamit, Uram, áld meg. Én így, így mikor megtértem, ezt mondtam. Mondom, Uram, vállalkozó vagyok, kis biznisz, én kitalálom az üzletet, te megáldod, gazdagszunk, és akkor adok a gyűlinek is. Tehát ez így nem működik hanem azt mondja, hogy ahol, az én szól, ahol én vagyok, ott lesznek a szolgáim. Tehát nekünk kell Jézus mellé szegődnünk, nem pedig Jézus fog mellénk szegődni. Meg fogjátok tapasztalni Istennek az erejét, és tényleg Isten erre veletek van. Isten nem mondta vissza az ő ígéreteit, nem, voszta, nem mondta vissza az ő szeretetét és az ő erejét, hanem a keresztről való beszéd hogy mi történt a kereszten, és ezt nagyon kevés helyen hallod. Istenről so, minél beszélnek, nem? Még az idegen vallásokban is beszélnek Istenről. De Jézus Krisztusról és a keresztről, na azt már nem, és azt már nem is fogadják be. És Európa egyre inkább olyan lesz, ahol elutasítják a keresztet meg Jézusról való beszédet. És ne várjatok hangzatos tanításokat, prédikációkat, mert nem abban van az erő. Ne várjátok azt, hogy a prédikátorok, a pásztorok mindig valami újat mondjanak, valami nagyot mondjanak, mert erőtlenek. Nem változtatja meg az életünket. Az erő abban van, amikor a keresztről, a feltámadásról, a bűnök megítéléséről van szó, és arra, hogy az Atya még most is a megmentésünkön van. És Isten oda akarja küldeni ezt az erőt, ezt a szeretetet az életetekbe, azért, hogy ő nyerjen dicsőséget. Sajnos nem a ti boldogságotokról szól ez a dolog. De amikor ezt megteszed, aki mást felüdít, maga is felüdít, te is boldogságot nyersz benne. Érted? Csak nem a cél a te boldogságod, hanem az egy gyümölcs lesz már az életedbe. Amen? Így lehetek nagyon megállva.